és nagyon úgy néz ki, hogy a mostani fiatalság azon felül, hogy már kiment körülbelül 7-800 ezer ember Nyugat-Európába, a mostani fiatalok, akik egyetemre járnak, vagy az orvosi egyetemre, vagy valami főiskolákra, mindjárt úgy kezdik, hogy megnézik, hogy mennyit tudnak itt fizetni, és bizony megérdeklődik, hogy Nyugat-Európába is mennyit fizetnek, és ők inkább azt mondják, akkor ott kezdem az életemet, hiszen egy sokkal nagyobb élettér, egy nagyobb lehetőség van minden téren. A másik pedig az ugye, hogy egyre jobban a diktatórikus irány felé tendál az ország, arra viszi a hatalom. Gyakorlatilag majdnem, hogy úgy kezelik az országot, mint egy ilyen hűbéri viszonyban. Van egy ilyen uralkodó réteg, és akkor ilyen a népet ilyen jobbágyoknak nevezik, kirekesztik a mindenhonnan kirekesztik a törvényhozásból, csak egyszer kell lesz nekik, hogy szavaz rájuk, akkor is ilyen össze-vissza hadoválnak, hazudoznak, igazat nem mondanak soha, semmi nem úgy van, ahogy mondják, talán mindig az az igazság, ami az ellenkezője, és sajnos az emberek megeszik, meg tudják őket venni, egy 5 kiló krumpliért, ha kell szavazat, vagy egy szál kolbászért, vagy 300 ezer forintért a kárpátaljai nyugdíjasok, akik megvesznek, és akik ide jönnek, hogy Erdélyből, így azt mondják, hogy így megvan a többség. Én szerintem azért a fejekben biztos, hogy el kell indulni valaminek. Valami nem, nagyon nem jó megy az országban, és én azért állok itt, és kinyilvánítom a véleményemet, hogy lássam ország világ, hogy valamit tenni kell ez ellen, és a jobbítás érdekében pedig ki kell állni magatokért, mindenért, főleg a deviza károsultakra is értem, vagy se viza károsultakra, mert ezt a problémát semmelyik párt nem oldotta meg. Most ugye az ellenzéknek is van 12 pontja, amit föl fog olvasni majd a március 15-i ünnepségen, ha bár hozzáteszem, a nemzeti ünnep az nem arra való, de abban 12 pontban egy pont sem tartalmazza azt, hogy a deviza a problémát meg kell oldani. Hát úgy néz ki, se az állellenzék, se a regnáló hatalom részéről. Ez egy lefutott dolog, még ezzel nem akarnak foglalkozni, hiszen a regnáló hatalom részéről ugye Orbán Viktor 2015-ben aláírta az erdélyi paktumot. Persze, hogy azt mondta akkor, hogy még 13-ban, hogy nem lesz a kilakoltatottak országa Magyarország meg a hajléktalanoké, de viszont azóta utána eltelt 2 év, és láthatjátok, most is folynak a moratórium ellenére a kilakoltatások, és ti nem tesztek ezzel semmit, úgy általában semmi ellen nem tesztek, hanem beleteszitek a fejeteket ebbe a járomba, és megy tovább minden úgy, ahogy ők akarják, és elmondom, ahogy elmondom. Hát ennyit szerettem volna én üzenni nektek. Sziasztok! És a harc az legyen harc az egzisztenciáért, az életért, a családért, mindenért. Sziasztok!